Azt hiszem, itt az ideje, hogy lássuk a medvét. Kérem Soros Györgyöt, hogy fáradjon fel. Azt hiszem, Fábi Sándor nagyon fog csalódni, hogy nincs önön zakó, mert a mikroportot akarja önnél adni, és... Na igen, de ő lett volna az első ember, aki az ön zsebébe nyúl. Igen, de hát hova teszi a magyar mikroportnak van egy nagyon érdekes rész, hogy egy kis pici a mikroport, és a végén van egy bőrön. Nem vagyok egy rutin, rutinosabb vagy, azt hiszem, mert... Igen, én hozzá vagyok. Így, jó volt. Jó, hogy ilyen jó zsebet hoztál. Állandóan hordom. Számítottál, de azért nem mulasztom el, hogy ezt a kis kábel benne tegyen, ugye? Ilyenkor szokták a férfi szabónak, hogy az uraságot balos, ugye? Te se helyet foglalni. Köszönöm. Körünkben. Fábi úr, foglaljon helyet. Igen, hát ez fog történni menthetetlenül. Kérlek szépen egy játékot eszeltünk ki, érted, jöttünk elvtárs, nem ellened, ugye, azt vizsgálandó, hogy hát azt tudjuk, hogy a Wall Street Mozartja vagy, és egész egyszer éjszaka is, hogyha alszol, több milliót keresel, úgyhogy egy éjszakára majd cserélnék, jó, kispárát adok, mert neked úgy sincs semmibe se, ugye, én meg kunyóznék, és akkor reggel magamhoz képest mégis azért másképp ébrednék. Lenne egy kis mihez képestje a dolognak. Na már most, hogy azért a praxis szintjén is mennyire domborítasz, Bájos hostessünk néhány krumplit fog neked azonnal behozni, amit vállalnál, hogy amik közben beszélgetünk, szépen hámozgatsz. És utána értékelni fogjuk, hogy ez hogy történt. Juhász Évike, Bájos munkatársnőnk, egy csak kis frissé ruhában. Mikor hámoztam utoljára krumplit? Azt hiszem, körülbelül 60 évvel ezelőtt. Well, nem késő újra kezdeni, ez a nagy comeback. Igen. De én inkább... De én inkább az abstrakt elégnek vagyok. Hogy úszni se lehet elfelejteni, ugye? Úszni, biciklizni. Igen. És krumplit hámozni. Nők? Oh, sorry. Én a tegeződésről átérnék a magázódásra. Tell me, az angol száz kultúrkörben, well, abban mindenki jó, tudod, és én nekem, itt akcentum van neked itt Magyarországban. Igen, mert elmentél 47-ben, én meg bezárultam ide gyakorlatilag. És a magyarom nekem annyira lelombolt, kérlek igen, szépen. Igen. Meg akarják főzni valahol. Azt is tapasztaltuk, hogy ahová ön beteszi a lábát, az a rendszer, hogy általában 5 év múlva megbukik. Ilyen sokáig tart. Most újra betette hozzánk a lábát? De Dél-Afrikába és Kínába viszont működik az alapítvány? Nem, az föl volt függesztve, és az már nem jön vissza. Miért lett föl függesztve? Mert azt átvette annak idején a titkos rendőrség. Szóval magyarán az helybeli kuratórium az a titkos rendőrségből áll? Igen, a társelnök az a titkos rendőrségnek a minisztériumi minisztere volt. Na, csak koncentrálj, szóval nehogy megvágj magad. De ott megvágtam magamat. Hát ennél jobb helyzet, mint hogy a góré egyben a titkos rendőr, hát ez egy ideális helyzet. Hát igen. Nincs álláshalmozás, mindenki szem előtt van, nem kell duplikálni az aktákat, nem kell túl az adminisztráció, hát ez igen, így van. És mégis? Hát... S te mégis el? Én mégis el. Tiananmen után? Tessék? Tiananmen után? Nem, pont előttem, amikor jött, akkor ezt használtam föl. Ürügyül, hogy fölfüggesztem az alapítványt, szóval ez volt a... Volt egy érdekes emlékem, amikor elmentem oda meglátogatni az alapítványt, és elvittek nagy büszkeséggel egy ilyen mozgó könyvtár megnézni, és az úgy volt egy ilyen élő kép, amit így, a pionírok. Mindegy, 1 millió pionér, nem, szóval nem, ott az mennyit képzeljük? És ezek úgy, szóval ez teljesen kínai módra volt megorganizálva, és
titkárnak könnyek voltak a szemébe, annyira tetszett neki. Nekem is könnyek voltak a szemembe, annyira sajnáltam, hogy erre költötték a pénzemet. Hogy könnyes jelenet volt. Könnyes, könyves jelenet. A Magyarországgal látogat, akkor honnan van forintja? Hát, nekem tulajdonképpen nincs forintom. Na hát ezen nem múlik, Gyorsi. Holnap reggelire valami kell, mert itt most lesz ellátmány utána, úgyhogy hát megbeszéljük, jó? Akkor jó. Valami kis likvid, ugye ezt így mondják, hogy a speciális gyermeknek valami kis likvid cash. Igen. Úgy hallottuk, hogy... Te Soros Alapítvány ösztöndíjával utaztál külföldön, hogy ilyen jó angolosan beszél. Nem, neked ez így romlott el, ilyen Itt most már minden shop, és tudod, sok McDonald's, meg jön ez a kultúra, amit annyira szeretsz, az ülj ide be, tudod. Beszéltünk arról, hogy vannak országok, most már azt hiszem 22 vagy 23 ország, ahol alapítvány működik. Igen. Vannak országok, ahol nagyon szeretik, van, ahol nagyon nem szeretik, van, ahol vegyes érzelmekkel fordulnak. Például furcsa dolog az, hogy Romániában magyarnak tartják, Magyarországon kozmopolitának, tehát... Igen, ez érdekes, itt változott. Understatement pont ez, tudod, van olyan hely, ahol felhőt... De egyébként én Romániában engem nagyon utáltak, amíg aztán le nem vertem a fontot, az angol fontot. Azért nem a forradalmat. Nem, a forradalmat is soha nem verem le. És akkor az Iliescu nagyon akart velem találkozni, mert aki ugye, ilyen összegek fölött diszponál, az a nő is akart. Csók volt, vagy már mi volt? Nagyon, kibékültünk. Igen? Ki? Nagyon szerettük egymást. Bocsánat, nem az előbb Románia szóba került, ahhoz képest egy picit vastagon hámozza a krumplit. Igen. Állítólag, amikor a Bundesbank elnöke azt mondta, hogy meg kell menteni a fontot, ön akkor tudta, hogy vége van a fontnak. Nem, ez nem pont úgy volt. Az úgy volt, hogy tartott egy előadást. A beszédje után megkérdezte, hogy mi a véleménye az EQ-ről, hogy szereti ezt, mint valutát. Azt mondta, hogy szereti, csak a nevét nem szereti, jobban szeretne, hogyha márkának nevezni. Tényleg ezt válaszolta, és ez is nekem bizonyos, mondjuk adott tájékoztatást a Bundesbank álláspontjáról. Az utolsó krumpinál tart, nagyon kevés időnk van hátra. De én már kitaláltam az új feladatot, hogy esetleg Julienre, pontosabban ilyen rosegnyire fölvághatná, ugye kis hasábokra, ugye megvan annak a maga technológiája, van kedved, vágjunk bele, jó? Nem, szóval... Érdekes a filozófiája a világról, ami meglehetősen bonyolult, de nagyon egyszerűen is el tudja magyarázni. Általában van önnek egy cipzár elmélete? Az a történelem. A történelem az egy olyan, mint a cipzár, ugyan a múlt be van zárva, míg a jövő nyitott. Szóval, hogy a történelem nem előre meghatározott. Hát ez a... De nem értem pont. Nem értem pontosan, hogy kapcsolódik ez a cipzárhoz. A cipzár az tök előre meghatározott. De mit van? Becsicsented a vodafegyvert, és már is jót nézol, hát egy prognosztizálhatunk. Ja, tehát ez egy félig nyitott cipzár, ugye? Igen. Az a múlt, az le van zárva, amik a jövő nyitott. Selmeci, bemutatnád, hogy értsék ezt a... De csak a pesvén már az itt asszisztenciájában. Elfogyott a krumpli, már csak egy utolsó kérdésünk van, hogy kivel sörzött utoljára, tehát egy pofa sört, mint mondjuk Havel elnök a Pink Floyddal. Sajnos én erre nem emlékszem, én általában semmire sem emlékszem, hogy miért pont erre emlékeztem. Na erre elnémultunk, de semmire Bocsánat, volt egy pontjuk, mondják, hogy mit mondják. Nem mondom, emlékszik-e arra az 5000 dollár, amit kölcsönkért tőlem, akartam mondani. Így is elsőt. Jó, hát minden esetőségre készen én ezt az öt krumplit akkor becsomagoltatnám. Igen. Fürále felle, ugye, igen. A nehéz napokra. Igen. Értékeljük, a közönség is bekapcsolódhat, ugye, egyébként technikailag, ugye, tehát kéztartás, ugye, meglehetősen rutinosabb, ugye, ahogy belesimult, és egészen profi mozdulatokkal, ugye, a késkezelés, tehát ez technika. Mondjuk az upfall, ugye a hulladéknak a mennyisége, mondjuk Bangladesben ezért már dádájár, ugye, gyönge poén. És mi volt a harmadik szempontunk? Én nem tudom, időérték, ugye gyorsaság. Én megmondom őszintén, hogy bravúros a dolog, mert interjú közben
ilyen jól krumplit hámozni. Igen. Kevesen. Én szerintem kevés politikus tudna egy interjú közben krumplit hámozni, sőt némelyiknek nem is kéne interjút adni, elég, hogy csak krumplit hámoznak. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.